Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Heti TV-t és a Pilpót látják. M. Kende Péter vagyok, és természetesen Kardos Péterrel beszélgetek. Szervusz Péter, üdvözlök a stúdióban. Igazolom a helyességét, nevem kiejtését, azzal nincs probléma. Meglátjuk a heti szakasz kiejtésénél is. De még nem akarok egyből a heti szakaszról beszélgetni veled. Jó. Jó. Legyünk túl a első fontos dolgon. Megtörtént ugye a túraadás, túl vagyok sem volt ünnepén. Volt valami különlegesség idén Zuglóban? Nekem személyesen volt különlegesség, de ez nem a valláshoz, nem az ünnephez kapcsolódik, ahhoz kapcsolódik dátumban, de nem az ünnep tartalmához kapcsolódik. A Moldova György ez alatt halt meg. Igen. Én róla külön szeretnék veled beszélgetni. Én az elmúlt napokban, főleg úgy, a halála után megsokasodtak mindenféle írások, vélemények, Moldova György támogató, vagy pártoló, és vele szembe levő vélemények. Te mit gondolsz róla? Aztán elmondom, ha sor kerül rá, hogy én mit gondolok nagyon az ő személyiségéről. Általam jelentősnek ítélt dolog, hogy egy zsidó ember, független a foglalkozásról, halál, akkor az egyik szélső jobboldali portál ilyenkor annak a szellemébe szokott írni, hogy hát egy zsidóval kevesebb. Na most ennyi pozitív komment, ami ezen a portálon megjelent egy zsidó emberrel kapcsolatban, én még nem olvastam. Hát voltak ugye a portál szellemiségének megfelelő kommentek is, de rajongó kommentek is voltak. Olyanoktól, ez szó szerint nem így volt, hogy nagyon tehetséges, kár, hogy zsidó, szóval köbben ilyen színezettel, tehát nekem páratlan volt ez a rész, de ez az egyik fele a dolognak. A másik, ha azt mondanám, hogy pótolhatatlan veszteség, ő erre azt mondaná nyilván, hogy a temetők tele vannak pótolhatatlan veszteségekkel. Igen. Viszont én hagyom meggyőzni magam, ha valaki az ellenkezőjét mondja, attól csak megkérdezném, hogy van-e olyan valaki, aki úgy megírja, vagy ír az ország valóságáról, de nem úgy, hogy a Google-on letölti a mondani valók meg az adatokat, hanem elutazik az ország legtávolabbi végébe, és nem elkezd írni, hanem ott él, lakik a riportalanyaival, és így ismeri meg őket, és így készül a könyve. Most láttam tegnap véletlenül a Zuglói TV felvételben évekkel ezelőtti, vagy sok évvel ezelőtt interjút vele, és beszél arról többek között, hogy az ormánságban is volt az ország legszegényebb részébe. És megkérdezte a riportert, hogy egyáltalán kapott ön valamit ezekért, mondja, semmit. De hát az ormánság olyan messze van, koldusoktól alamizsnát, ez nem az én világom. Igazi moldovás válasz volt. Én továbbra is felmérhetetlen veszteségnek tartom a halálát. A vigasz az, hogy hát ténylegesen egy kerek életút, megint egy közhely, de a legolvasottabb magyar írónak lenni egy olyan országban és olyan korban, amikor már a könyvolvasás eleve megy ki a divatban, még az e-könyv az még megy, de hát általában nem a könyv emberei vagyunk, és mégis. És azok a hosszú sorok a dedikációinak a színhelyén. Hát évtizedes hagyomány, ugye a május 1-én a Ligetbe való zarándoklat, neki ott egy külön kis asztala volt, ott árulta a könyveit. Ilyen hosszú sorokat ritkán látni, és valami olyan rajongónak kellett lenni, hogy őt nem volt egy kedves ember, ezt senki nem állítja. Nem igen fogadott be a barátságába mindenkit, mondjuk így. De
kitüntetés volt annak, akit befogadott? Két dolgot kell hozzátennem. Egyfelől én azt gondolom, nagyon sok olyan véleményt olvastam most itt az elmúlt napokban, hogy az ő szociográfiai művei nem voltak igazak. Én meg azt gondolom, hogy de igazak voltak. A valóságot mutatták be, nyilvánvaló nem lehetett, mert nem lehetett mindent a legmélyebb pontig bemutatni, de igen, sokáig el tudott menni Moldova György, és így be tudta mutatni azt a típusú valóságot, amit jót látott. Az külön érdekes volt számomra olvasni, hogy például Kokaér ugye a Vasutas könyve volt úgymond a legolvasottabb, és egészen hihetetlen volt, azt olvastam, hogy 500 ezer példányban fogyott el eddig. Hát szóval mi egészen hihetetlen szám Magyarországon is. A szocialista Magyarországon is, amikor azért jelentősen nagyobb példányszámokkal jelentek meg a könyvek. Ez az egyik. A másik pedig, én azért tartom őt nagyon-nagyon érdekes személyiségnek, mert bemutat egy olyan környezetet, már pedig ahonnan ő jött, azt a környezetet, ami nem az olyan zsidó környezet, amiről ugye szoktak beszélgetni, hogy jaj, hát már ugye a magyar zsidók, akik megteremtették a magyarországi ipart, a gyáripart, a bankosok, hanem a mélységesen mély szegénység, a lehető leges legmélyebb szegénységből jött Moldova György, egy nagyon-nagyon hihetetlen csóró zsidó családból, aminek természetesen a csóróságnak, ugye mint el is mondta, minden negatív következményével, tehát alkoholista apukával, stb. És ő innen jött ki, és mi más lett volna egy ilyen ember? Ami az alkoholista apukát illeti. Szóval ilyen stílusban, most hagyjuk, hogy van-e, aki még folytatja, meggyőzöm, hogy nincs, de ez a stílusa neki, ahogy ebbe az interjúban az előbb, neki volt egy infarktusa, és azt mondja, így senki nem tudja elmesélni az infarktusa történetét, pedig a Hofi is mesélt róla. Igen. Na most azt mondja, hát ez úgy történt, ugye Isten a pincér volt, és akkor tehát fizetni. És oda jön fehér kabátba, följön, hát volt 150 írás, volt 200 tanulmány, összeadja, hát egy infarktust érdemel ez, hogyha... Na most így előadni ezeket. Ez ugyanaz, a Koldustól Alamizsna, szóval egy hihetetlen... Nem tudom, kreatív vagy fantáziájú valaki, aki mindenkit túlszárnyalt ebben a műfajban. Igen. És a magányossága? Még egy a Eszterházi Pétert említi, mikor kiderült, hogy az Eszterházi Péter papája 3x3-as volt. Ez ugyanannyira úgy veszem tudomás, mintha az én apámról kiderült, hogy az alkoholellenes klubnak a vezetője. A világlátása. Igen, és hát ahhozzá tartozik, hogy alapjáraton ő maga által választott útján egy rendkívül magányos alkotó volt. Tehát, hogy semmilyen ilyen értelmiségi, írói klubban nem tartozott bele, amitől én speciál különbecsülöm őt. Ahogy a temetési beszédemben mondottam, ő elérte azt a szintet, amikor nem kellett tekintettel lenni semmire. Azt írt és úgy írt, ahogy akarta. Csak ez a szinthez kell egy sokmilliós olvasótábor. Ehhez a szinthez kell egy olyan elismertség, amiben neki része volt, és akkor utána azt csinál, amit akar. Világos. Hát persze tele balhékkal az életút, éppen emiatt, hogy azt írt, amit akart. Nem mindenkinek teszik a tükröt tartanak elé. Igen. Sem szervezetben, sem politikailag, sem egyebekben. Nem biztos, én itt gyakran idéztem tőle egyébként ebben a műsorban. Úgyhogy én példaképnek tekintettem. Rett,
rettentő sok közös tulajdonság, illetve világlátásunk van, a különbség kettőnk között mindössze a tehetség. És akkor ne kérdezz, hogy kinek a javára. Tudod mit? Nem kérdezem. Jó. Nyugodjék békében, Moldova György. Kiváló író volt, úgyhogy erről ennyit. És még a halálában is rendhagyó. Igen. Meghal olyankor, amikor egy zsidó ember, hihetetlen erős zsidó identitású tartalma volt, de egy zsidó ember ilyenkor nem hal meg, hogy tehát szombaton, szombat este jön be Savuajsz, semmit nem lehet hivatalos dolgokat intézni, pünkösd és így tovább. Egy, kettő. Az ilyen fajsúlyú emberek ott nyugszanak az auschwitzi emlékmű mögött, a művész parcellába, ahol a neves írók művét. Ő nem. Ő hátul a 22-es parcellába, hogy a felesége közelébe lehessen. Na most itt, akik el akarnak zarándokolni az ő sírjához, szép utat kell megtenni. Tehát még ebbe is rendhagyó volt. Igyekezett a halála után is megmaradni az ő egész felfogásában. A művei fönnmaradnak. Akkor nézzük a heti szakaszt. Nászó heti szakasza, és most nézek rád. Nószaj. Nószaj heti szakaszát olvassuk. A héten, hát ugye most már itten elkezdtünk csalinkázni a sivatagban, ami teljesen ki fogja tölteni ezt a könyvet. Fontosak, hogy mindig vannak nevek, ki kicsoda. Elkezdődik ugye kvázi a névsorolvasás, ebben az egész könyv, ugye ráadásul a könyvnek a másik címe az, hogy numeri. Egyfelől, és a mostani heti szakasz azért is különleges, nem csak a most itt a nevekről beszélgettünk, hanem egy nagyon fontos áldás szerepel benne. És akkor most én kényelmesen hátradőlök, és javaslom a nézőknek, tegyék ők is, és téged foglak hallgatni. Ha az áldásról beszélünk, most bibliai és hétköznapi értelemben is, nagyon sok áldás létezik. Hát vannak ember az Istent, ember az embert, Isten az embert. Tehát ez ilyen szimultán áldás, nevezzük így, kicsit modernebb jelzővel ellátva. Hát ember hogyan áldja meg Istent? Minden bróhenk, gyümölcsre, kenyérre, kézmosás és így tovább, úgy kezdik, Boruch ato Hashem, légy áldott örökkévaló Istenünk. Egy. Kettő. Ember az embert. Ember az embert nem áldja meg, de Isten áldását kéri és pontosan közvetíti az emberre. Ahogy az édesapa a gyermekeit péntek este, mikor hazamegy a zsinagógából, ahogy a rabbi a közösségét valamilyen alkalommal, valaki a házasság évforduló, esküvő, születésnap, egyéb családünnepségeken óhatatlanul elhangzik ez az áldás, tehát ez az ember az emberrel. Hát utána van a hivatásosak, nevezzük így áldás, a kohanitáknak az áldása, amelyek négyszer egy évben a siratófalnál lehet látni, hogy tízezrek vannak, és akkor a kohaniták egy mikrofonba előre mondják, utána tízezrek mondják utána. Tehát a dühenolás, magyarul, amikor magyarul dühenolás, fölmennek, igen, a kohaniták a Fritz szekrény elé, fejükre borítják a taleszt, a közönség is a fejére borítja a taleszt, most a ortodox helyekről beszélek, hogy ne is lássák őket, mert ha megnézik, megvakulnak, olyan fényes az isteni dicsfény, a Shekhina, a kohaniták feje körül. Ez a hitvilágban van, tehát nem néznek oda magyarul, ennyi marad az egészből. És akkor egy bizonyos dallam szerint történik ez az egész rész, ez a legünnepélyesebb, ez az áldás. Tehát itt végül is
Isten áldja meg az embert a kohanitáknak a közvetítésével. Na most a civil áldásnál még azért említsük meg, hogy az apa idézőjelben jogtalanul áldja meg a gyerekét, az a feltétel, hogy ne gondoljon arra, hogy ő egy micvát teljesít ezzel, akkor nincs probléma. Tehát akkor nyugodtan megállhatja, ez egy, hogy mondjam, de most a házi áldást mondok, akkor ez félreérthető, de otthoni áldás. Otthoni, sokkal jobb, igen, a házi áldás valóban igen. Egy kicsit necces hasonlat. Úgy teljesítek micvát, hogy nem teljesítek micvát? Úgy csinálom? Nem. Ez nem egy micva. Ezt akartam hallani? Tudom. Ezt szeretem volna hallani, hogy ezt tudatosítsuk. Hát, hogy apa a gyerekét otthon péntek este erről beszélünk. Így ez igaz. Nem micva. Akkor segítsünk abban, hogy akkor ez micsoda? Ha nem micva. Ez egy nagyon szép, elterjedt szokás, háttere van természetesen, hát ezt ünnepélyesebbé teszi a zsinagóga utáni részt, ugye, amikor az angyalok elkísérik a hívőt a haza, otthon a gyertyák, égő gyertyák, a terített szombati asztal, bárhesszal, borral, és akkor a gyerek odajön, az apa ráteszi a kezét a fejére, és elmondja az ominózus áldás szöveget. Ez kétféle nemben is létezik, nem sok ilyen van, tehát férfinak és fiúnak és kislánynak is egy kicsit más a bevezető szöveg. Maga az áldás szöveg az egyforma, de van egy bevezető szöveg, ami hozzátartozik ilyenkor, és az egyik hímnemben, a másik nőnemben. Ne kérdezz meg, ha egy fiú és egy lány gyermek van, akkor melyiket használja a papa? Nem, már nem... Mert abból én már kiszálltam ebből a témából, mondtam. Tudjuk, a paradigma váltás az nem a kedvenc kifejezésed. Hogy fogsz most ezen a héten készülni? Hiszen a hívekhez kell beszélned pénteken. Ez egy rendhagyó hét lesz, Zuglóban legalábbis. Majd nem te beszélsz. Ha jól tudom, hát ki beszélne? Jó, csak gondolom, azt hittem, hogy valaki... Hát vagy a feleségem, vagy én beszélek, de a feleségem otthon inkább, én a templom, fel van osztva a szerep pontosan. Bár volt, amikor megcseréltük, csak ő nem a szószékről beszélt akkor. Na, ugorjunk. Ez egy kivételes péntek este lesz, mert a gyászolók a Moldova családból több mint egy tucatnyian jönnek el. Tehát erre lesz, hogy úgy mondjam, kihangsúlyozva és kiélezve a beszéd. És az áldások, ez mint aktualizált, hogy igen. Tekintsék áldásnak azt, hogy ennyi ideig is közöttük élhettek, velük élhettek. De hát főleg most a családon kívüli, akik nem a családon belül voltak, vagy a rokonságon belül, megmondom, hogy pótolhatatlan. Világos. És ez lesz az első olyan gyászoló megjelenés péntek este, Zuglóban legalábbis. Általában a héten van egy temetés, az a szokás, hogy elhívjuk a péntek estére a gyászolót. És akkor a rabbi vigasztal. Ez lesz az első, ahol nem kell vigasztalni. Igen. Ez jó. A Gergely naptárra az ember, ha ránéz, akkor azt látja, hogy javában benne vagyunk a júniusban, ugye ami azt jelenti, hogy nyár. Ilyenkor nyáron hogy működik a közösség? Mert hát ugye már múltkor is beszéltünk róla, hogy nehezebb összeszedni a híveket, ilyen, általában most így a Covid után, de most még itt a nyár is. Apropó, és akkor neked lesz nyár idén? No, van egy jó hírem és egy rossz hírem. Kezdjük a melyikkel kezdjük. Nekem mindegy. Majd eldöntöd, melyik a jó, melyik a rossz. Mióta a Covid beköszöntött, most már ugye 3 éve lesz lassan,
azóta megszűnt a nyári és a téli létszám különbség. Tudnilik, eddig nem utaztak az emberek, most utaznak. Zuglóban olyan a korösszetétel, hogy már nem igen utaznak, tehát többnyire otthon vannak, és azt figyelik, hogy az idén nyáron is bejön az, ami előző két nyáron, hogy ilyenkor visszavonul a járvány. Tehát a járványadatok, amit már csak azt hiszem egyszer egy héten lehet megtudni. Igen. De most pillanatilag ez nem aktuális, tehát nem tudom, hogy ez a harmadik szabad nyár, nevezzük így, mit hoz majd. Általában péntek este olyan létszámban vagyunk jelen, hogy minimum 3 zsinagóga milyen ellátását tudnánk fedezni. Úgyhogy egyelőre nem tudom, mi lesz nyáron, mert a hívek legfeljebb Balatonra mennek. De nem Füredre, vagy nem tudom, mennek. Füred nincsen már. Ezért kérdeztem. Vagy még nincs, vagy már nincsen. Nincs Füred, az kiesett. Tehát kóserű nyaralni, az otthoni ellátást oda helyezni ki, vagy valami, mert nem hemzsegnek a kóser hentes üzletek a Balaton körül. Sem. Ez az egyik, igen. Úgyhogy ez megoldhatatlan így, ahogy zsidó dülő híján. És te? Miután én több mint 50 éve nem voltam szabadságon. Jó kis pár nap földgyűlöm lett. Igen, mióta itt vagyok, akkor 45 éve nem voltam, 46 éves, így növekvök. Kivéve a beteg, amikor beteg voltam, az se volt hál' Istennek gyakran, de nem kenyerem a szabadság. Uh-huh. Szóval nekem árt a kikapcsolódás, eltérően az orvosi tanácsoktól. Amit én ezt már elmondtam egyszer, hogy én tanúja voltam Füreden, mikor még Füred virágkorát élte. Egy-két ember a hitközségről, aki sose volt szabadságon, infarktus kapott és meg is halt a szívszanatóriumba. Megszakadt az élet, a napi rutin. És ez többet ártott, mint az orvosok által ajánlott kikapcsolás. Már nem is nagyon ajánlják szerintem, de ki kell kapcsolni, lazítani kell, mert nem biztos, hogy évtizedek alatt kialakult rutint megszakítani az egészséges. Ez a Balatonfüred engem, ez foglalkoztat egyébként, hogy egyszer voltam ott életemben, zsinagógai közösségen, hát már akkor is, hogy finom legyek és női, és nagyon le volt pukkanva. Te nagyon régen lehetett. Borzasztó. Mert nagyon régen le volt pukkanva, és utána átépítették, komfortosították. A komfortosítás. És az is lepukkant azóta, és eleinte kiadták bérben cionista szervezet, meg egyebeknek, tehát nem privát nyaralása, minimális. Hát utána bezárták most, és hát nem tudom, én épp ebbe a tévébe hallgattam a Heizler András elnök úrnak a terveit, ismertette, hogy hát majd a jövőbe át kell építeni, modernizálni kell, de most le van állítva minden beruházás a hitközségen is. Meg hát olyan gazdasági helyzet van, hogy hát ezt mindenki tudja. Érdemes lenne beruházni? Ebben a Füredben szerinted? Szerintem érdemes lenne, mert azért van egy olyan réteg, ezt most találgatok, tudnélik, az embereknek a többség már szerzett magának, nem nyaralót, ingatlan, kertet, ahol a nyarat eltöltheti. Na most az a napirend, ami ott reggeli imával, esti imával, böjtökkel van, hát én egy turnust tudnék, mondjuk az 35 fő lenne, talán egy turnusra való lenne. De hogy azt nem lehet garantálni, hogy ezek együtt lennének. Ezért kérdeztem. Tehát már milyen problémák voltak a legutóbbi időkben is akkor, mert. És azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen típusú nyaralóhely az a mai korban
működne. Tehát már nincsen meg a, ez a, paradigma a vállalati, vállalati üdültetés, már bocsánat. Igen, ez így van. Mert ez a klasszikus vállalati üdültetés. Nem beszélve arról, hogy minden évben külföldről jöttek Antwerpenből, Bécsből zsidó családok, és ott nyaraltak. Vagy ott laktak valahol Füreden, és oda jártak étkezni és imádkozni. Igen. Hol van az a nyár? Hát igen, ilyen nincsen. Nem tudom, hogy mi lesz majd. Mert ugye, ha felújítják, oké, de akkor ezt fenn kell tartani, nem, bevételt nem, kell produkálni egy azért. Egy pessimistát ne provokálj. Jó, akkor provokáció helyett azt fogjuk most csinálni, hogy továbbra is tartsuk fenn azt a javaslatot a nézőknek, hogy tessenek ellátogatni a zsinagógák valamelyikébe pénteken, este, szombaton, reggel. Tessék elolvasni, meghallgatni a heti szakaszt, tessék meghallgatni a rabbik beszédét, tessék elgondolkodni azon, hogy mi is szerepel a heti szakaszban, tessék az áldásokon is elgondolkodni, és nyár lesz, illetve nyár van, úgyhogy a nyár ellenére mindenki próbáljon minél többször eljutni a zsinagógánkba. Neked megköszönöm, hogy itt voltál. Sabatságom, good Shabbos. Good Shabbos.